és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiának, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten szent igéjét olvasom most előttetek, mely megírva található az apostolok cselekedeteinek írott könyvnek a 22. fejezetének 1-től a 11-ig terjedő verseiben. Ezt a hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Férfiak, testvérek és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Mikor hallották, hogy Pál héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek. Azután így folytatta Pál. Én zsidó ember vagyok, a kilikiai társzútban születtem, de ebben a városban nevekedtem fel. Gamaliel rabbainál kaptam nevelést, az ősi törvény szigora szerint, Isten buzgó híve voltam, ahogyan ma ti mindnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem, és börtönbe juttattam férfiakat és nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől leveleket is kaptam a testvérekhez. És elmentem Damaszkuszba, hogy az ott lévőket is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Történt pedig, hogy amikor úton voltam és Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, ami így szólt. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem, ki vagy, Uram? És ő így szólt hozzám. Én vagyok a názareti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor, mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem, kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit Isten elrendelt, hogy megtegy. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem lévők kézen fogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. Amen. Isten áldja meg igéjét a szívünkbe és életünkbe. Gyertek testvéreim, adjunk érte hallat és imádkozzunk. Mindenható Urunk, édesatyánk, köszönjük neked a velünk között kegyelmedet. Köszönjük, hogy ma is szólhat a ige, és köszönjük, hogy ma is keresztelhettünk új gyermekeket. Olyan jó azt látni, hogy statisztikák alapján mulandóság van, de mi mégis azt tapasztaljuk, és azt látjuk, hogy mindig jönnek gyermekek te hozzád. És olyan jó érzés az, hogy te nem küldöd el őket, hanem igenis befogadod, és szereted őket úgy, ahogy mindnyájunkat. Köszönjük, Urunk, hogy most is jöhetünk eléd, mindazzal a teherrel, bánattal, fájdalommal, vagy gyászsal, amely bennünk van, de ugyanígy jöhetünk eléd az örömeinkkel. Kérünk, Urunk, hogy add meg ezt az alkalmunkat a Szent Lelked által, add, hogy ami itt elhangzik, az ne vesszen el a levegőbe, hanem igenis tartósá váljon és erővé a mi életünkben. Kérünk, Urunk, hogy te szólj hozzánk most, hiszen tudjuk, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, te bizony ott vagy közöttük. A te nagy nevedért és Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük, kedves testvéreim, a 173. dicséretünket,
A 173-as dicséretet, ami így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, vére. Az a szent ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok, megírva található a Zsoltárok könyvének 90. fejezetének 12. versében eképpen. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, talán ritkán jutnak eszünkbe Istennek ajándékai, hogy például az idő is ajándék. Minden nap kapunk belőle 24 órányit, és bár egy részét mindannyian egyformán alvásra és munkára fordítjuk, de van egy jelentős maradék, amit azonban különböző módon osztunk be. Épp úgy, mint pénzzel, az idővel is sáfárkodunk, vagyis gazdálkodunk. Néha jól, néha rosszul. Sajnos ebben a felgyorsult és rohanó, sőt vesztébe rohanó világban már népbetegség az időhiány. Amikor folyton arra panaszkodunk, hogy nincs idő. Nincs idő erre, nincs idő arra, vagy ahogy múltkor hallottam, már meghalni sincs idő. Pedig idő az van, csak talán meg kellene tanulni bölcsen gazdálkodni vele. Ezért szeretem a Zsoltárosnak ezt a rövid imádságát, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És itt tulajdonképpen nem más kér a Zsoltáros Istentől, mint azt, hogy az élete legyen értelmes élet, és ne hiába való fáradozás. És akár a mai embernek is lehetne ez az imádsága, hogy abban a nagy rohanásban, amiben élünk, vajon jó-e egyáltalán az az irány, amire haladunk, vagy már azt sem tudjuk, hogy honnan jöttünk, hová haladunk. A mai történetünkben azt látjuk, hogy Pál beszél a néphez. Elmondja neki, hogy ki ő, honnan származik, és hogy mit tett. Mivel mi már rendelkezünk Bibliával, ezért mi nagy előnyben vagyunk a néphez képest, hiszen mi utána tudunk nézni, hogy mindaz, amit Pál mondott, az igaz-e vagy sem. És be kell látnunk, hogy igaz. Éppen ezért számomra nagyon ösztönző és példaértékű Pál őszintessége. Amikor elmondja, Isten buzgó híve voltam, ahogyan ma ti minnyáján. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem, és börtönbe juttattam férfiakat és nőket is. Nem másította meg a történetet, nem máshogy mondta el a megtörténket, az, ami megtörtént,
hanem őszintén elmondta. Börtönbe juttattam férfiakat és nőket is. Pál őszintén beszél a múltjáról, hogy hát ezt én tettem, ez is én voltam. Én tudom, hogy honnan jöttem, de azt is tudom, hogy hová haladok. És Pál őszintén beszél a néphez, a nép pedig érdekes reakcióval válaszolt. A 22. versben lehet olvasni. Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Az ember azt mondaná, erről szörnyű. Pedig mai napig vannak ilyenek. Épp a minap hallottam, hogy hát ez az ember az előző rendszerben jól megszedte magát, most meg ott ül elől padokban. És tudjátok, testvéreim, ebben az a szörnyű, hogy az előző rendszer 33 éve volt. Nem múlt héten, vagy hónapokkal ezelőtt. És amit Pál mondott önmagáról, az is 20 évvel ezelőtt volt. Jó lehet, hogy akik akkor ismerték Pált, azok azt mondhatták, hogy hát ebből az emberből nem lesz semmi. Nem lesz biztos Jézus követő belőle. Mert olyan düvel üldözte a Jézus követőit, hogy biztosra lehetett venni, hogy ez az ember soha nem fog megváltozni. Csak hogy ami az embernél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. És ami Jézus Krisztusunknak, ma sem lehetetlen semmi. Nem lehetetlen az sem, hogy egy ember megváltozza, hogy rendbe jöjjön az élete, hogy abból az emberből, aki öldökléstől lihegve üldözte a keresztényeket, abból Krisztus követő legyen, és nem lehetetlen az sem, hogy az előző rendszer hódolóiból most Krisztus hódolói legyenek. Éppen ezért mi nem mondhatjuk senkire sem azt, hogy hát kutyából nem lesz szalonna. Mert ahova mi reménység szerint készülünk, vagy ahova mi szeretnénk jutni, Istennek országába, ott bizony minden szalonna kutyából készül. És Isten kimunkálja a Szent Lelke által minden emberben azt, amit ki kell munkálnia. És az ő kezében minden és mindenki eszközé válhat. Tehát egyszerűsítve, az vesse az első követ bárkire is, aki mindig szalonna volt, tehát büntelen. Pál apostol őszintén bevallja a múltját a népnek, hogy ő ilyen volt. És aztán ő elmondja, hogy mi változtatta meg az életét. Történt pedig, hogy amikor úton voltam, és Damaszkuszhoz közeledtem déltájban, hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből, a földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem, ki vagy, Uram? És ő így szólt hozzám, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Jól tudjuk Pál apostolról, hogy farizeus volt, aki Gamaliel, a Sanhedrin, vagyis a nagy tanács egyik tagjának a tanítványa volt. Ebből következik az is, amit Pál apostol a Galatákhoz írott levében közölt. És a zsidó hithűségben sokkal kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. Tehát Saul ismerte a Bibliát. Nem akármilyen oktatásban részesült. Sok mindent hallott Istenről, olvasott róla, és hát mint jó diák memorizált. Megtanulta, hogy Isten vezette ki Mózes által a népet Egyiptomból, megtanulta, hogy vannak olyanok, hogy mózesi törvények, persze mi zsidó ember ezeket kívülről meg kellett tanulni. Aztán megtanulta azt is, hogy voltak annak idején királyok, proféták, akiket szintén Isten vezetett. Ezeket ő megtanulta. És fontos volt számára a Biblia, Isten igéje, de még fontosabb voltak a hagyományok.
A szomorú ebben az, hogy Saul azt hitte, hogy ő Isten szerint él. Hogy az, amit tesz, az, amit tett, az mind Isten akarata volt. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És testvéreim, eljött a változás órája. És ez az óra Saulnak itt a damaszkuszi úton jött el. Hirtelen vakító fényesség vette körül, amit látták a kísérői is, és Saul egészen világosan hallotta a nevét. Saul, Saul, miért üldözöl engem? És Saul pedig elbizonytalanodott, elgondolkodott. Vakító világosan hang, valaki kétszer mondja a nevemet, de ilyen van a Bibliában. Így szólt Isten Mózeshez, vagy így szólt Isten Ábrahamhoz, vagy Sámuelhez. Akkor most Isten szól hozzám? Ki vagy, Uram? Kérdezi Saul. És a válasz így kezdődik, én vagyok. Ez is de ismerős lehet egy Bibliát olvasó vagy ismerő embernek. Isten így válaszol Mózesnek, én vagyok. Tehát én vagyok, aki vagyok. Akkor tényleg Isten beszél hozzá, és kiderül a folytatásból. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Hogy mi átszódott le ilyenkor Saul szívében, azt nem tudhatjuk, de valószínűleg háború dúlt a szívében. Biztos elején tiltakozott ellene, meg talán kereste is önmagát, hogy ki is ő valójában. Most akkor igaz az, amit István mondott a kivégzése előtt? Igaz az, amit a keresztények mondtak eddig, mikor üldöztem őket? De akkor hazugság minden, amit eddig tanultam, amit magyaráztak nekem. Most mit csináljak? A válasz érkezik Jézustól. Kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit Isten elrendelt, hogy megtedd. Most kik mondják meg? Miért mondják meg? Miért ők mondják meg? Miért nem te? És testvéreim, itt kezdődik az alázat iskolája. Meg kell tanulni, hogy ne kiváltsák, ha valaki közvetlenül az Úrtól hall valamit. De Saul elment Damaszkuszba, és teljesítette azt, amit Jézus mondott neki. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A bölcs szív, vagy a bölcs élet, amiről a Zsoltáros beszél, azt jelenti, hogy Istennel számoló élet. Amikor ő nem csak része, de egyenesen ura az én életemnek. És amikor ez valakinél hitáltal megtörténik, akkor tapasztalja azt az ember, hogy ez az Úr, Úr a félelmeinen, Úr a gyászom felett, a fájdalmaim felett, aggodalmaskodásom felett, Úr mindenem felett. Pál apostol tudja, honnan jött és hová tart az élete. Éppen ezért mer őszintén beszélni a múltjáról és a megtéréséről. Azt mondja Pál apostol az efézusi gyülekezetnek. Jó vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak, éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Pál úgy használja bölcsen az idejét, hogy arról a Krisztusról tesz bizonságot, aki nem hagyta őt sötétségben, hanem kiragadva onnan adott neki élő reménységet. És szeretné, ha mások is bölcs szívhez jutnának, és így bölcsen tudnák kihasználni az időt. Keresztelőkor említettem azt a kommentet, amely így hangzott, hogy a keresztelés az már csak keresztény hagyomány. Ez a személy így folytatta,
a választ vagy a kommentet. A jó Isten pedig a szívünkben, a testünk templomában lakozik. Ez a másik dologban igaza volt, vagy igaza van. De csak addig, hogy Isten a szívünkben akar lakozni. De aki nem engedi be, abban nem lakozik. A kettő pedig nem zárja ki egymást. Sőt, merem mondani, hogy akiben az Isten lelke lakozik, az vágyakozik a templomban, vágyakozik a gyülekezetben, vágyakozik Isten igéje iránt, mert épülni szeretne, hisz ez is meg van írva, hogy a hit hallásból van. Isten áldja még minden megszentelt időtöltésünket, igyekezetünket, hogy amikor eljön az ideje, akkor mink is tudjunk így őszintén beszélni a múltunkról, úgy, mint akik tudják, hogy most már az Úr Jézus követői és megváltott gyermekei vagyunk. Így legyen. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Istenünk, dicsőítünk a Te örök rendeléseidért, szeretetből való kiválasztásodért. Magasztalunk azért, hogy gondod van arra, hogy a Szentíráson, az ige hirdetésen keresztül eljusson hozzánk a Te örök végzésed. Magasztalunk a Te elhívásodért. Köszönjük, hogy sokszor hívogattál már minket közelebb magadhoz, vagy igazán közel önmagadhoz. Addunk azért, hogy mindannyiunk számára van szép terved, enged, hogy megértsük, és tudjuk örömmel halogatás és okoskodás nélkül teljesíteni. Urunk, egyedül Te tudod, hol a helyünk, mire akarsz Te használni minket. Kérünk, áld meg, és tégy áldással mindannyiunkat. Legyen a Te igéd valóban világossága számunkra, aminél tájékozódunk, és amit készek vagyunk követni. Add nekünk bölcsességet és ellenfogyó szeretetet a miénk iránt. Könyörgünk, vegyél ki belőlünk minden előítéletet, hadd legyünk készek bárkinek mutatni a hozzád illő és vezető utat. Világosítsd meg az értelmünket is, hogy Szent Lelkedtől megvilágosított értelem segítsen a tájékozódásban. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk mindnyájan a személyes terheinket, gondjainkat. Segíts minket egyre teljesebb bizalommal imádkozni hozzád és bízni benned. Éppen ezért imádkozom most, Uram, a gyászolókért, enyhítsd a fájdalmukat. Imádkozunk azokért, akik valamilyen nagy terhet cipelnek. Imádkozunk a betegekért, azokért, akik nem lehetnek itt. De imádkozunk, Urunk, azokért is, akik mindig gondolnak ránk imádságban. Kérlek, Urunk, áld meg őket, és áld meg minket is egyen-egyenként, mindannyiunkat, családtagjainkat, szeretteinket, hogy úgy tudjunk téged követni, ahogy Te azt szeretnéd. A Te nagy nevedért és Jézus Krisztusért köszönjük. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, kedves testvéreim, és fogadjuk Isten áldását. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok,
hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Amen. Jézus Krisztus maradjon továbbra is őriző és megtartó pásztorunk. Záró énekként testvéreim, énekeljük a 434. dicséretnek mind a négy verszakát. 434. dicséretnek első verszaka így kezdődik: Vezess Jézusunk, s vélet indul.